Korábban szinte járhatatlan volt ez a szakasz, amely Tamásbokort köti össze Tiszaeszlárral és Bashalommal. Az út 2022 első felében csak nem 500 millió forintból újult meg, amelyre a Magyar Falu program biztosított forrást. Az elmúlt egy évben számos más települést érintettek hasonló beruházások, mondta el Óvári László, a Magyar Közút megyei igazgatója. A saját kivitelezésben végzett Magyar Falu program keretén belül 73 km hosszon, 170 ezer négyzetméteren történő aszfaltbedolgozással végeztünk nagyfelületű burkolat javítási munkákat. Beszterec, Tunyongmatolcs, Kölcse, Sonkád, Levelek, Nyírgense, illetve Nyírlugos térségében, mintegy 1,2 milliárd forint értékben. Az éves üzemeltetési és karbantartási forrásunkból a 38-as számú főúton Rakamaz Tisza Nagyfalu között 1,6 km hosszban tudtunk kopóréteget cserélni 105 millió forint értékben. Külső vállalkozók által a Magyar Falu program keretében 5 milliárd forintot meghaladó összegben került sor fejlesztési munkák kivitelezésére Mária Pócs, Hófehértó, Tiszaeszlár, Tamásbokor, Székely, Apagy, Nyíregyháza, Dombrát, Kécske, valamint Téglás-Balkány útvonalakon. Erre a szakaszra topos forrás is rendelkezésre állt, a fejlesztést szintén 2022-ben sikerült befejezni. Jelentős beruházások valósultak meg Mátészalkán, ahol rövid időn belül két körforgalmat is építettek. Az egyiket a város külterületén Kocsord irányában, a másikat a Zöldfa utcánál. A megyeszékhelyen is befejeződött egy nagyon fontos beruházás. A kiemelt társadalmi igények program keretén belül az idejében fejeződött be a Tiszavasvári úti felüljáró átépítése, mely most már alkalmassá vált a gyalogosok és a kerékpárosok biztonságos átvezetésére. Szintén ebből a forrásból valósulhatott meg a 49-471-es számú főútak csomópontjában egy új, közlekedésbiztonsági szempontból sokkal kedvezőbb körforgalmi csomópont építése is. A top maradványforrások felhasználásával újulhatott meg a 49-01-es számú Téglás-Balkány összekötő út és a 36-12-es Tiszalusz Nagycserkesz utak szakaszai. Ugyanezen forrásból épülhetett meg Mátészalka a második körforgalma a 471-es számú főút, valamint az Zöldfa utca csomópontjában, melynek keretén belül az Zöldfa és a Seregély utca kiszélesítése kerültek annak érdekében, hogy mindkét oldalon a kerékpársávok felfestésével a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeit megteremtsük. Óvári László hozzátette, 2023 első hónapjaiban folytatódnak a beruházások. Az év első felében kezdődik meg Komlót-Tóth falu bekötő útjának felújítása. Korszerűsítik a Szabolcs-Veresmart és Kékcse közötti szakaszt, és a Beregsurány felé vezető 41-27-es út újraaszfaltozása is befejeződik a következő hónapokban.